Szép jó napot, Hare Krishna! Nevem Bhaktipád Goszvámi. Krishna völgy a bázisom. Fő szolgálatom, vagy tevékenységem, hogy oktatással foglalkozok. Az mellett, hogy elsősorban én gyakorolok, amit tanítok, igyekszek. Hát egy pár városba is szoktam menni, ott a közösségeket építjünk. És én, lehet, hogy én is kérdéssel kezdenék, hogy akkor milyen csapat? Mi jóga vagy? Nem jóga, hanem a Radius Tamás a belső megélések rendszerének a kidolgozója, ez biológikus alapon történt, tehát a biológika, vagy új medicina, vagy gyermekmedicina esetleg így találkoztattál már, annyira sok a Prabhu is sokszor a leckéjében elemíti a biológika elemeit, tehát van egy ilyen fajta vonulat, és gyakorlatilag a tábornak az a célja, hogy közösségépítést szeretne létrehozni, aminek az alapjait most nagyon sok mindent le is fektettünk már, és ezért jövünk most már másodszor ide, mert itt találkozunk baktákkal, bemegyünk, megnézzük a tevékenységeket, hogy esetleg az önellátással ismerkedni, picit a filozófiával, hogy miért kell egy ilyen közösségnek spirituálisnak lennie, így ezekkel a dolgokkal. Szerintem te tudod a legjobban elmondani, mi a kapcsolatunk, így a Krishna hittel, és akkor utána szívesen mondok én is pár szót, de szerintem hogyan kerültünk ide. Igen, nagyjából az, hogy ez a belső megélések rendszer, ez föltérképezte a magyar érzéstárat. És én részt vettem ezen a tanfolyamon, és nagyon komoly összefüggést fedeztem fel a Jógaszútra és ez között. Tehát a Jógaszútra is erről beszél, hogy ki vagyok én, milyen érzések, hogy vezérelnek, és akkor tulajdonképpen és ugye a kötőerők. Tehát ez a kettő dolog, ez nagyon mélyen benne van, ugye a jóságban és ugye a szenvedélyben, vagy a tudatlanságban. És ugye ezek határozzák meg a magyar érzéstárat is. És ugye, amit a Tamás letett, ez egy nagyon komoly munka, mert ugye ez nem csak szavak, kiragadott szavak, hanem közmondások, mondások alapján beazonosított szavakról van szó, amik azt jelentik, amit. Ugye valójában, mint egy a szanszkritban is, a szanszkrit azt jelenti, ami. Ugye nem mellé beszél, hanem megmondja az igazat. És hát tulajdonképpen ezért vagyunk itt, mert felfedeztük ezt a lehetőséget, és így próbálunk közelíteni a forrásokhoz. Jó, tehát mégis így először a Tiborék jöttek, aztán a felesége is, és így kapcsolódtunk. Hát igen, 12 éve foglalkozom ezzel, és ami hajtott engemet, hogy ugye nagyon sok mindent nem értettem, a hagyományos pszichológia, meg a hagyományos nézőpontos sok ilyen iskolával találkoztam, de nagyon sok minden nem kaptam választ. És akkor azt mondtam, hogy most mondok egy hasonlatot, hogyha a Tihanyi félszigeten szeretném megtudni, hogy milyen lepkefajok vannak, akkor azt ugye oda kell menni, és föl kell térképezni. Tehát nem úgy képen szállunk fölébe, és akkor csinálunk egy fényképet a Tihanyi félszigetre, hasonra ütök, és akkor van 10 000 faj, hanem oda kell menni, és akkor föl kell térképezni, és ez egy nagyon hosszú, fáradtságos, alapos munka, mert ugye az összes szavakat, szólásokat, ahogy mondta Tibor, a szavakban is viselkedés, megnyilvánulás, érzéseket, ezeket mind-mind össze kellett így gyűjteni, és utána pedig az egészet szépen egyenként rendszerbe rakni. És akkor elkezdtük ezt a pontosítást, akkor már ugye létezett egy táblázat, de az a 42 érzelmi és lelki állapotból lett először 63, aztán 100, most már 104 van. Ami úgy beazonosítható, hogy mondjuk videó jelenetet tudok mondani, hogy ez lelkiállapot erről szól, tehát nem csak úgy egy elméleti dolog, hanem nagyon is gyakorlati. És ami az érdekes, hogy azok a többlet állapotok, ami az énségünk, a belső fényünk, amivel ide jövünk ugye erre a földre, az teljesen így külön vált attól, hogy amit a pszichológia irányzatainak a nagy része meg nagyon sok tudás egyszerűen semmibe vesz, vagy nem vesz figyelembe. És amit én így láttam, amikor voltunk így, megnéztünk különböző helyeket, hogy nagyon sok ember itt az életörömmel, boldogsággal és funkciórömmel, tehát tevékenységi örömmel csinálja azt, amit csinál. Tehát abszolút tudunk ehhez érzésvilágban vagy érzelmel kapcsolódni, hogy ez az állapot, hogyha valaki eljönne ide mondjuk, és azt mondaná, hogy na, akkor nézzétek meg, hogy lehet szépen és jól élni, és békében és harmóniában, akkor itt vannak ilyen emberek, ezt meg lehet nézni, hogy élőben ez működik. Tehát ez nem egy elméleti dolog, hogy most odaírtunk
egy táblázatban egy jó pár sorot, hanem az ott van. És akkor ez egy teljesen más megélés és egy más megélési szint, mint amit mondjuk a kinti céltudatos életben, a versenyszférában megvárnak, hogy teljesítmény, hogy haladni kell, stb. Ugye tegnap voltunk ezt a szövész, igen, ti tudjátok, igen. Sem rendvétel voltunk. Igen, tehát az is fantasztikus volt itt nézni, hogy ott vannak emberek, és szépen akár két hetet elmolyolnak azzal, hogy ott szépen az egyenként a szálakat ugye befűzik. Na hát ez az, amit én, az egyik nagy üzenete úgymond a rendszerünknek, meg ennek a táblázatnak, meg sok minden másnak, amit itt kifejlesztettünk, hogy ez egy érték. Tehát ez a működés, ez az állapotérték, és én azt látom, hogy a Krishna hit, meg a hinduizmus, ami mögötte van, ha jól mondom, az ezt az értéket ismeri. És nagyon sok vallás nem ismeri. De ez a rendszer ismerés, ez nagyon jó. Tehát ez így tudunk kapcsolódni. Jó. Köszönjük szépen. Valaki meg szeretne hozzáfűzni, kiegészíteni az ő szemszögből? Nem. Jó. Oké. Jó, igen, köszönöm, jó a észrevétel. Gyakorlatilag Krishna völgy ez a hely, ahol könyvek szerint élnek, pont így van, hogy ez nem egy elmélet, hogy gyertek, majd lesz valahogy, hanem megpróbáljunk együtt gyakorolni az életünket, ahogy leéri a könyv, és ez a fontos. Másképp itt egy nagyon fontos még, hogy amikor ember kezd keresni utat, akkor nagyon sokféle változatossággal is tud találkozni. Ugye a Bhagavad Gita-ban is azt mondja, trigunya visaya vida, hogy van sok tudásuk, sok utasítás, még az ősírásokban is, ami ellentmondásokat tud ébreszteni ember szemébe, vagy különböző gyakorlatokat, és hogyha az ember nem tud tájékozódni, hogy mondjuk a sok irányból, mert védák, védikus írások adnak irányokat, melyik a helyes, akkor meg ott is lehet probléma. És ezért látható, például Indiában van probléma, mert ott nem csak egy dolog van, pont ott nagyon elágazott dolgok vannak, és valahol végtelenségbe mennek. Ez most nem ilyen spirituálisan mondom, hanem végtelenségig próbálnak megoldani az életüket, de sose fognak tudni. És ez is egy fontos, hogy mi az eszencia a tudásnak, a védának. Ugye, mint a matiknak az eszencia, az legalább számolni tudni. Az már így jó. Akkor már ember tud menni dolgozni, fenntartani családot, nem kell túl bonyolítani. És ez is egy fontos. Visaya vidá, nisztrájguna bavárcsona. És pont arról szó, hogy mondta Tibor is, hogy van kötőerők, három kötőerő, még a tudás is van ilyen, hogy alacsonyabb szintű embereknek szól, akkor kicsit magasabb, és aki jóságba szól, ez is fontos. És van transzcendentális tudás. Ez a minden fölött. A Krishna völgyi tudás alap, ez a transzcendentális, az azt jelenti, hogy az anyagi természetnek, az anyagi működésének a törvények fölött álló. És az oda viszi a tudatot, az a legfontosabb. Mert meg a jóság se tud biztosítani végtelen boldogságot. Ott van boldogság, igen, van mondjuk emberek, akik tudatlanságban vannak, úgy hívják szanszkrit, hogy tamaguna, ott nincs boldogság. Hát akkor boldog ember, amikor túleszik magát, meg utána alszik, ott passzív az élet. Ember nagyon keveset gondolkodik, se sokat. Akkor ott általában rögtön jön a betegség, a túl szűk embernek a tudatja, ő nem tud például a közösségbe gondolkodni. A tudatlanságban ember magára zárkozott, hogy
ő körülötte forog a világ, ez a lényeg, és ő csak elvárja mindenkitől, és mikor valami vele történik, akkor mindenkit hibáztatja. Lehet nagyon sok ilyen embert találni. Ezért itt nála se házassági kapcsolat nem fog működni, mert fogyasztóként fog állni a családtagokhoz, se munkahelyen nem fog menni a kapcsolat, egészség szemszögben, mert ő azt gondolja, hogy ahogy ő gondolja, úgy kell működni a világnak. Most eszek ennyit, vagy akkor, amikor gondolok, és végül beteg lesz. Ez az ember nagyon magányosnak fog találni magát. Akkor van a következő, ez a szenvedély ember, az már aktívabb, egy kicsit tágabb a tudat, ő már tud nem közösség, hanem egyesületekbe dolgozni, mert neki már vannak aktívabb vágyai, szeretne teljesíteni a vágyukat, és hogyha pillanatra valakivel vágy azonos kezd lenni, akkor tud egy kicsit együttműködni. De ott is már úgy működik együtt, hogy jó lenne a végén ő neki nyerni, kihasználni azt az embert, akivel együttműködött. Szóval ott nincsen, hát van kettő típus ebből, van akinek semmi morális elvek nincsenek, csak nagyon szenvedélyesen akarok kifacsarni az életből mindent, nagyon önzően, agresszívan, kegyetlenül. Általában ide kerülnek, meg vannak egy kicsit magasabb, amikor próbálnak valamilyen morális elveket azért alkalmazni, és erkölcsi elveket, de sokszor ők is, nagyon kevés, aki megmaradt, hanem ők is fognak lejönni ebbe másikba. Mert hát, hogyha megnézünk, nagyon sok ilyen példa van, ahol nem kell morális erkölcsi elveket, csak próbáld meg te kimászni a másoknak a fején fölfele, és akkor maradj meg ott valahogy. És aki megzavarja, mert azok, akik lent vannak, ők gondolják, hát ez nem biztos. Igen, de amikor oda kerülsz, akkor meglátod, hogy ott már nem lesz morális erkölcs, ott már meg akarsz maradni, meg akarsz őrizni a státuszodat, és így tovább, és akkor végül ott is szenvedés a vége. Hát a szenvedélybe emberek, a civilizáció háborút fog. Miért? Mert ott irányítja őket a mohóság. Többet és többet akarok. Kámájság, kródhájság, ugye van ez a sovárgos vágy, ez a ami a fogyasztói hangulatot nem számít, a természet nem számít, csak most élünk, az, hogy most ide dobáljuk műanyagot, csak nézzük meg, sétáljuk meg a utcákon, meg akár Somogy Vámoson belül, nem Krisna Völgyben remélem nincsen, de itt nézzétek, hogy mennyi flakon van ilyen energiaital dobozok. Ez mutatja, hogy ez a mikor nincsen erkölcs, ez az agresszió. Nem számít minden. És akkor ide tartozik az állatmészárlások a vágóhídakon. Igen, ez is ide tartozik. És akkor természetesen utána minél nagyobb valamiben valaki csinál, akkor ott már megy geopolitika, és így tovább. Szóval ez a szenvedély, ez mindig ez lesz. És akkor egyik fog másik árán megélni. Végül saját magát pusztítja egy ilyen civilizációságnak, vagy megmérgezteti a természetet, elromlik, itt a globális felmelegedés fog jönni, vagy már megy, és háborúk lehetnének. És látjunk, hogy ami még 20 év ezelőtt nem csinálták az emberek a társadalomban, most ez így, valamikor ez még el sem lehetett képzelni, ez most megtörténnek a dolgok. Szóval a szenvedély, amikor csak ki akarunk zsákmányolni, az degradálja a tudatot. Hát látjuk, hogy embereknek kapcsolatok csak fogyasztói. Most már hogyan házasodnak fiatalok? Szerződést írnak. Ki tudta elképzelni 20 év ezelőtt, hogy szerződés? Nektek gondolom van, vagy 5 kötötött szerződésetek, nem? Igen, szóval. Egy
megjegyzik. Igen, igen, szóval most annyira bizony, nem bíznak egymásba, hogy hogy lehet megházasodni, amikor nincs bizalom. Ez milyen házasság? Szóval a szerződés ez azt jelenti, hogy nem bízunk egymásba. Szerintem, és kezd gépésedni a civilizáció. Nézzük meg, hogy egyre több gép gyerekeknek, most gyerekeknek szükség van a szülők szeretetre. Mit kapnak gyerekek? Telefon. Kicsit tehetősebb szülőknek is tableteket kapnak, és akkor gyerek gépekkel játszik. Utána, mikor nagyobb lesz, megtanul játszani a számítógépe, és akkor 24 órákat játszik a gyerek. Már most nem annyira mennek sétálni gyerekek. A mi időnkben még mindenki nem volt otthon. Most alig vannak kint. Igen, játszanak a gyerekek. És pont amit mondtál, hogy nem beöltegezünk? Nem, köszönöm. Hogy voltatok Siam Handmade a szövő helyen, hogy milyen elégedetek, és itt van, tessék, ez az ottani. Ez ott készült, gyapjú. Kis, úgy hívják a csadar, kis, tudom, plate takaró, ahogy így. Ez ott készült, és nagyon-nagyon boldogok, és lelkesek, és megtalálták magukat, és csinálnak kézzel. Itt van a rögtön kapcsolat természettel. Aha, mert akkor ők már természettel dolgoznak, akkor az alapanyag, ez egy természet, akkor vagy len, vászon, vagy kender, vagy valami más, vagy gyapjú, és akkor már van érdek, a tisztaság legyen, akkor hogyha voltatok a kertészetbe, ott a rögtön a föld egészséges legyen, látták biztos komposztokat. Tudom, hány köbméter komposztot csinálták? Ez egy ilyen? Igen. Hát szerintem 100 fölött. 100 fölött köbméter. 100 fölött. Igen. Ez csak azért, hogy legyen egészséges a föld. Hogyha egészséges, erős a föld, akkor egészséges és erős a növény, akkor nem, kártevők nem tudnak annyira megtámadni, betegségek csökkenni fognak, szóval ezek a mikor nincs annyira gép a lényeg, hogy akkor műtrágya, mert minden, akkor sokkal jobban működik. De most nem is érték. Most mit érték én a gépeket? Tudjátok, most például, hogy nem tudom, ki lát az indiai táncokat. Igazi, most nem ezeket az Európában zenésített indiai táncokat, hanem igazi. Az annyira nagy művészet, hogy ott minden egy üzenet, a szemmozgás, arc kifejezések, kéztartások, ez egy ilyen történetek. És erre nagyon-nagyon képesített test kell, hogy legyen erre mozgása. Most ez nem egy érték? Ki tudja most milyen, mire nagyon értékelnek? Tudok mondani egy fokozatokat. Igen, például az eredeti igazi táncokban az ember, mikor táncolt, minden porcika kell mozogjon. Annyira kell plasztika legyen. Most vannak olyan táncok, például amikor a hát olyan egyenes, mint egy betonoszlop, és csak a lába így, ez nem tudom, skót, vagy valami táncok, igen. Igen, vagy írek szerintem, igen. Nagyon ilyen egyenes, és csak a láb. Ez azt jelenti, semmi nincs kifejlesztve. Csak a láb. És erre, fú, nagyon-nagyon értékelnek. De ennél van még keményebb. Ugye mostani korszakot úgy hívják, hogy yantra, yuga. A yantra az azt jelenti, hogy gép. Most gép korszakban élünk, minden gépesítve van. Ezért emberek inkább számítógéppel dolgoznak, mert számítógéppel nem beszél vissza. Nem? Ott nem kell adni szeretetet, nem kell neki venni ajándékot, nem kell neki főzni. Azt csinál, amit te mondasz. Hogyha nem, akkor újra fogsz indítani. Hogyha nem azt csinál, amit mondasz, újraindítás, törlés, újratelepítés, de akkor is azt fog csinálni, amit én akarok. Emberek között már nem. Ott van-e őnek, és van egy vágyai, igényei, van egy másik természete, az nem működik. Ezért emberek ezt értékelnek, és a probléma az, hogy a tudat is ezért, mivel túl sok gépekkel kapcsolatban vannak az emberek, a tudat is kezd gépés lenni. Mert most nem kell gondolkodni, hogy most mondják, hogy
reklámot, akkor mindenki megy reklám után oda vásárolni, és nem is gondolkodik. És akkor vissza a tánchoz, a táncba, hogyha aki legjobban megmutatja a gépet, észrevettetek, az a legnagy sztár. Most ez az érték, mikor már nem a igazi ember élete plasztikája, hanem ez a gép. Amikor te gépként csinálod az a táncot, akkor nyersz összes X-faktort, meg minden. Igen, ez egy probléma. Miért? Mert nincs tudások. Mert hogy elén mondtál, hogy az érzelmek, és igen, mi is, hány mondtál, 600? Nem, állapot, 60. Állapot, igen. 104 van, és akkor, igen. Hát nem is tudom, talán 10-12, ami kifejezetten ezek a többletállapotok, amiben így dolgoznak az emberek. Igen, igen, ez így van. Igen. És a bizalom, bocsánat, csak kapcsolódó, hogy a bizalom az alap, nagyon fontos, meg az, hogy szeresse azt, amit csinál, tehát hogy funkciórömmel csinálja, és hogy ugye például a szövőszéken is ugye a kezével dolgozik, ugye ezzel teremt, alkot új dolgot. Igen. És ez, igen. Ez az érték. És ez a kinti világban nem érték. Nem. Hát most egyáltalán, most megint, hogyha egy kicsit elejre megyek, és akkor mindjárt ide ki fogunk lukadni, mivel a védikus írások azzal kezdenek, igen, hogy mi kik vagyunk. Mi nem vagyunk a nukleál savnak és a fehérjének a kombinációnak az eredménye, hanem mi vagyunk Sat Chit Ananda, szóval lelkek, akik örökkévalók, Chit, tudattal, érzelmekkel rendelkezők. Mi már ez a természete, ahogy a gyertyalángtól nem lehet elvonni hőt és a fényt, tőlünk nem lehet elvonni az érzelmeket. Mi azok vagyunk, érzelmi. Sat Chit és Ananda. És az érzelmeknek az eszenciája ez a boldogság. Ugye ez a harmónia, ez a szeretet. És itt ez a, ami mi vagyunk. De amikor nincsen erről tudás, akkor is érzelmek vannak, csak betegek. És a védikus írások van, hát van több könyvünk, amit pont erről az érzelmi állapotokról beszélnek, mint mondjuk a, hát van Bhagavad Gita-ból például beszél az érzelmi állapotokat, hogy hogyan romlik. Amikor fogyasztó vagyunk, hogy ez a pszichológia. Amikor mi fogyasztók vagyunk, és mi mindenkiben látjunk egy eszközt, aki nekem most fog szolgálatot végezni, hogy én megkapjam a vágynak, élvezzek azt, amit gondolom, akkor mi történik, hogyan érzelmek kapcsolódnak és degradálnak. Ugye van a második fejezetben, 62-es, 63-as versben, de a játa visáján pomszá, Sangasteshu Pajayate. Szóval az ember, aki csak abban gondolkodik, hogy azért születtem, hogy facsarjak ki innen az élvezet, csak teljesítsem a vágyokat, akkor ez egy olyan erős ragaszkodás fog nekem okozni, hogyha valaki elkezd akadályozni, rögtön dühbe fogok gurulni. Meg lehet látni kamasz gyerekeknél. Hogyha nincsen nevelve úgy, hogy fegyelmezve legyen, és szülőket tiszteljen, akkor azonnal elkezd csúnyán beszélni a szülőkkel. És most nagyon sok gyerek, nála nagyon élesen lehet látni, de ez minden embernek ez történik, hogy ha nincsen ez a tudás, mindjárt beszélünk arról egy kicsit tovább erről a Sat Chit Ananda, a lélek természetről. Szóval, de ját a visáján pumszák, Sangasteshu Pajayate, Sangat Sade Sanjayate Kama. Igen, amikor van ez a vágy ez egy érzelem. Mert a cselekvésünket az érzelmek irányítják. Szóval nekem van egy érzelem, hogy én lelkes vagyok ezt megtapasztalni, ez egy érzelem. És ez létrehoz egy vágyat,
És akkor a vágy az már cselekvést fog intézni. Szóval ez így működik. Dehaját a visáján pumszál. Szóval amikor van ez a sovárgás vágy, hogy mondjuk, sovárgás vágy, akkor ezt csinálom. Káma, akkor ez át fog menni egy ilyen erős, igen, sovárgás kélyes vágyra, hogy abban a pillanatban agresszív leszek, és érzéktelen leszek. Ez egy érdekes dolog, hogyha megnézünk, mindenki érzékeny csak maga iránt. De a másoknak a fájdalom, szenvedés, egyáltalán nincsen együttérzés, semmennyi. Mert mit mondják? Hú, de jó, hogy nem velem történt. Nem? Ezt általában ezt szoktak mondani emberek. Szóval ez történik érzelmekkel. Káma, króda, és akkor jön a düh, és ez nagyon gyorsan történik. Valaki akadályoz, akkor jön a düh, akkor ez is egy érzelem, megint. A düh, káma, króda, bijájte, króda, bavati, sammoha. A dühös ember illúzióba kerül. Króda, bavati, sammoha, sammoha, smriti. Dühös ember, ő már nem emlékszik semmire. Ő nem emlékszik, hogy ez valaki, egy ember áll előttem, és lehet, hogy neki is vannak igényei. Nem, itt már nekem lesz az igazam. Itt már én fogok megszerezni a dolgaimat, én már itt mindent megteszem. És ha csak kell, le fogok seperni az útról. Káma króda, króda, bavati száma, haszmeríti imbrasát, budinasa. És kikapcsol intelligencia. Nagyon érdekes pszichológia, hogyha nem tudjunk ezt a tudományt az érzelmekről, akkor minket csak elsodor, mert amikor ki van kapcsolva intelligencia, akkor ember már fog végezni a bűnös cselekvést. Sok ilyen példa van, például elkezdenek veszegetni, mondjuk barátok, családtagok, és dühbe gurul, akkor megöli. Utána persze bánkodni fog, és jó, hát, és azt fog mondani, hogy nem is értem, és sose csinálnék meg, mint hogyha nem én voltam volna, mint hogyha valamilyen láthatatlan erő engem elkezdte irányítani, és nem tudtam, mit csinálok, hogy megöltem. Sok ilyen történet van, ugye? Hát ez a düh. A düh kikapcsol embernek az intelligenciát, és mi ez az intelligencia? Ez a tudás jó és a rossz között. Ugye úgy hívják, hogy vicsár. Az intelligenciában van egy energia, vicsár sakti. Különbséget tenni jó és a rossz között. És a dühös ember nem tudja. Akkor így mennek a dolgok. De fordítva, hogyha valaki keresi tudást, és látja, hogy itt van az eredmény a világban, és kell valami más, akkor van, akkor beszéltem egy kicsit azok, akik szenvedélyben vannak, ők pont degradálni fognak, most erről beszéltünk, hogy ott lesz mindig vége, valami háború mindig lesz. Ott nagyon kevés, aki morális fog maradni, mert ez azt jelenti, hogy már jóságos, szenvedélyes, de jóság van. Ha nincs semmi jóság, csak szenvedély, akkor ott nincsen morális és erkölcs. Jóságú ember, például a szenvedélyben ember sose tud analizálni, hogy, hogy biztos-e én jót csinálok. Lehet, hogy én nem vagyok jól, ezért mindig szenvedek. A szenvedély ember nem tudja, ő csak megy mindig a falnak újra és újra, újra és újra. A jóságban ember, ő már kívülről meg tud vizsgálni magát józanon megnézni, és akkor kérdőjelezni, hogy... Mert tudjátok, szenvedélynek mindig igaza van. Nem? Neki mindig, ő tudja. Meg itt a fiatalok, kamasz korszakban, ahol nagyon élénk ez az egész, ő tud. Látszik, hogy mindig naív, semmit nem ért az élethez, de annyira komolyan beszél, magyaráz. De felnőtt ember ugyanolyan. Mert azt mondják, az érettség az nem az évek, hanem a tudatállapot az az érettség az embernek. És akkor csak a fiatalokban az élénk látni, élénken, de kis
mennyiségben, mert nagy hatása nincs. Lehet, hogy nagy emberben nem annyira látszik, mint a fiatal gyorsan, de nagyobb hatást tud csinálni. Szóval mi mindig erősebb. Igen, és akkor jóságban ember, ő tud kívülről vizsgálni. Biztos jól csinálok. És meg tud kérdezni a jóságban ember, hogy mi a valódi élet értelme, mi a valódi élet célja. Ez is egy nagyon fontos. És jóság emberek képesek közösségben működni. Miért? Mert általában a szenvedélyben ember a buddhája avyavaszájánam. Ott szétszórt a tudatok. És szétszórt tudattal nem lehet együttműködni. A jóságban emberek vyavaszáját, mikor a buddhé összpontosított tudat, mert van egy cél, ekaha, és akkor ő is általában jóságban, hát van ott is kategóriák, de egy, mondjuk egy kicsit tisztább, most már ilyen kicsit magasabb jóságban, ott közös cél. Szenvedélyben van egy, legmagasabb szenvedélyben lehet, ahol már kicsit jóságban keveredve, hogy okay, akkor én nyerek, te nyersz, ott már valami tud lenni ilyen. De jóságban ott igazából azért együttműködünk, hogy persze, hogy te nyersz, én nyerek, de ez nekünk lesz egy melléktermék. A fő, hogy mi akarunk tisztulni, megismerni valamit magasabb, ami most nem tapasztalható számunkra, ami a világon túl van, ami mindennek oknak az oka, ami mindent irányítja, ami mindennek a forrása, ugyanakkor a szeretetnek és a boldogságnak a forrása. Szóval jóság ember, ő akar kicsit anyagon túl látni, és ott van képesítés. Amikor van közös ilyen cél, hát általában mondjuk Krisna völgyben a cél, ez az Isten legyen elégedett. De végül Bhagavad Gita is magyarázza, hogyha akarsz te lenni boldog, családod, gyereket, és minden jó működjön, akkor Isten tegye egy elégedeti. Akkor mindenki lesz elégedett, akkor minden lesz harmóniában, és mindenki lesz boldog, mint a fa. Hogyha valaki gondoskodik a fán, annyi levél van, és ember elkezd lacsolni mindennyink külön levelet, meg akkor is kiszáradhat a fa. Hanem intelligens ember gyökért lacsol. Mert tudja, hogy ha gyökért lacsol, akkor minden egyes sejt a fán megkapja azt a táplálékot, és virágozni fog a fa. Ugyanúgy Isten mindennek a gyökere, hogyha ember érti, hogy őt tegyünk elégedetté, és hogyha őt teszünk elégedetté, akkor mindenki megkapja tőle, akkor ugyanúgy mondja Srila Prabhupát, aki írta a mi könyveinket, ő nagyon jó példát mondja, hogy általában, amikor mi dolgozunk, akkor befizetjünk egy adót, és ez az adót állam fel fog osztani, menjen ide, most pontosan nem tudom hova, de sok részre általában megy, és nekünk nem kell mindennyünknek külön-külön egyes helyre, ahova állam úgyis szét fog osztani, menni és fizetni, még csak egy helyre államnak fizetjük az adót, és már ő ezt megcsinálja, hogy működjenek ezek a struktúrák, ami adóból vannak működtetve, akár a municipális részek a városokban, és tudjuk mindent. Ugyanúgy Istennel, ő mindent fenntartja, működteti is, hogyha a közösségnek ő a központ, mert mikor szenvedélyben vannak az emberek, és mindenki önközpontú, akkor az történik, hogy az én köröm, ami az én központom, hogy én legyek elégedett, boldog, és az ővé kereszteződnek egy ilyen társadalomba, ez surlódást. Azért nagyon sok ilyen kezdeményes volt, ahol próbáltak emberek közösségeket építeni, de mivel az értékük és a célok nem egy pontra voltak irányítva, akkor ott a végén mindig összevesznek, és akkor nem működik a dolog. De mikor
egy központú, Isten központ, akkor az én érdekem is ide, az ővé és az ővé, és akkor mindenkinek egy érdeke egy. Akkor nincsen nekünk keresztezős érdekeink, akkor mi tudjunk egy érdekeért együtt építeni, együtt működni, és megint mivel ez a Isten a gyökér, akkor mindenki kap tőle harmóniát, sőt, tiszta. Megint Bhagavad Gita magyarázza, hogy sok születés által, de hínasz minnyi, tehát de kauvaram, jóvaram, gyara. Tehát ha de antara prapti dhirasztatra, nem úgy érti, hogy a bölcs látja, dhirasztatra, hogy mindenki lélek, és akkor, mikor jön a halál, akkor ugyanúgy, ahogy már egy életen keresztül ember lélekvándorlásba benne van, csecsemőkortól, gyerekkorba változik a test, cserélődik a test igazából, akkor gyerekkortól fiatal felnő, ugyanakkor halál pillanatban ugyanúgy egyik testből átmegy a másikba. Ez történik. És ez visz magával, mivel érdekes megint az érzelmek, itt van egy nagyon fontos pontunk, mivel nincsen egy induló pont, hogy mihez mérjük magunkat, ahogy most van, csak azt gondoljuk, hogy mi szaladjunk reklámok után, és ez most, ahogy társadalom mutatja, ez a robot táncok, meg mindenféle dolgok, ez a jó. Eredményt látjunk, mindenki izgul, mindenki stresszben van, sokan depresszióban vannak, nem működnek a kapcsolatok, akkor szerződésünket kell írni, amikor házasodjunk, mindenkinek van valami betegsége, ez mi mutatja, hogy eredményileg, érzelmileg mindenki meg van zavarodva. Szóval ez a társadalom zavarba hozta mindenkit. És az érzelmek kapcsolatban vannak a karmával. A karma törvényt határozza meg az érzelmeink. Érdekes, hogy nem csak cselekvés, hanem milyen érzelmekkel, milyen tudatállapottal, érzéssel végzek valamit, ezt teremti a karmát. És ezért, amikor itt ember vándorol, akkor csak bele bonyolodik. És mikor már születik, újra és újra ugyanebben a társadalomban, egyre jobban depressziós. Hát látjuk, hogy hogyan növekszik ezek a pszichikai problémák az emberekben. Mert már előző életben már csinálta magának, most születik, megint csinálja, következőben még zavarodottabb lesz, még boldogtalanabb, még rosszabb érzelmek lesznek, és akkor így nem tud kiszállni. Ez a probléma. De amikor megint visszaállítja a Istenre, már Isten ő is Szacsitananda. Ő a örök létnek a forrása, az egészséges érzelmeknek a forrása, és a szeretetnek a forrása. Ahogy csak ember rákapcsolja magát rá, abban a pillanatban kezd kiszabadulni ezektől a problémás érzelmektől. Mert ember zavarodott, ő nem tud együttműködni senkivel. Először meg kell tisztulni, ugye? És amikor tisztul, mi is látjunk Krisna völgybe, így lehet, hogy így jó néz ki minden, de mivel mindenki jött mindenhonnan, múlt élete, múltja van, akkor ez azt jelenti, hogy van munka. Szóval Krisna völgybe van belső munka mindenkinek, mert azok személyek jöttek, akik meg akarnak szabadulni a beteg érzelmektől, és fel akarnak ébreszteni igazi eredeti, ami lelki, léleknek az érzelmeket, és ezt csinálnak, ezt próbálnak gyakorlatba, és nehéz. Szóval ez egy komoly belső munka van, de hát erre van fontos megint, ahogy mondtuk, hogy mostani nincsen mérce. Most van ami az embernek az ellensége, hogy liberalizmus. Neked így jó, neked így jó, neked így jó, legyen mindenkinek jó. Ilyen nincs. Mert akkor most a gyilkosnak így jó. Mondjuk akkor a pedofilnak így jó. De hogy vagyunk liberálisok, akkor legyen következetesek. Szóval nem, ez nem működhető dolog,
mert ha liberalizmus van, akkor egyik fog zavarni másokat. Szóval nincsen egy induló pont, amihez ember tartja az életét, akkor ez mindig káosz lesz. A védikus írások magyaráznak, hogy a lelki tudás, a lelki tanítómester, aki képviseli gyakorlati tudást, szívébe viszi lelki energiát, ő közvetíti az induló pont, mert az, hogy én jó vagyok, vagy rossz, az nem, hogy én így tükörben nézem, és gondolom, hogy szerintem jó vagyok. Hát mindenki jó. Ő saját szerint, igen. De le van írva, ki a jó, ki a rossz, és akkor ez alapján ahhoz kell mérni magát. Ez ugyanúgy, hogyha képzeljétek el, hogy mi el akarok valahol utazni, és nekünk a GPS ahhoz, hogy innen Pécsre elmegyünk, neki kell valamihez mérni, nem? Hogyha most nem méri sehova, akkor sose tud behatározni egy útvonalat, akkor csak így elindulok. Akkor csak mondom, most szerintem most menj jobbra, mindenhol minden jó, most menj balra, most még egyszer jobbra megy, most még egyszer, akkor csak így sehol visz. Hol visz egy ilyen GPS? Nem, neki kell valami, amihez tartja magát, és ehhez méri a koordinátákat. Az így működik, és a védikus tudás ez a GPS, hogy hogyan nem csak hogy kalandozunk ebbe az univerzumba millió és millió születésünk által, hanem kilépjünk egy igazi eredeti hely otthonába, eredeti helyünkre. Igen, és akkor például van is egy ilyen jó vers, hogy ki a bölcs? Mert ez a bölcsesség, az az ember, aki ismeri az élete művészetét, az a bölcs embernek számít. Lehet, hogy nem is, nincs. Ja, itt van ez, nem? Igen. Prajahati yadakaman saranparthamanogatan atman evatmayatushta stita pragya tadocsate. Itt a pont az Arjuna is kérdezte a Bhagavad Gita-ban, hogy hát ki a bölcs, hogy lehet megállapítani, ki a bölcs? Aki hangosan kiabál, akinek több pénze van, hogy reklámozon magát, ő a bölcs? Vagy aki másokat jobban kritizálja és lenyomja, az a bölcs? Mert most ezek a bölcsek, nem? Aki tudja rögtön mondani, az a bal fék, az a jobb fék, ugye most ez megy mindenhol. És aki akkor, és hogyha jobban ki szépen ezt kimondja, akkor őre érte szavazunk. És látjátok, ahogy mondta a Srila Prabhupada, vakok a vezetők, akik ilyeneket mondanak, és a többiek is vakok, nem tudom, szavaznak. De itt van. Prajahati yadakaman. Az, aki tud fegyelmezni magát, nem lenni indulatos a saját vágyai, érdekei irányt, hanem tudja másoknak az érdekéket figyelembe venni. Prajati adakaman sarvampartha manogatan. És nem az elme szövevényébe utazik, úgy mondják, hogy elme szekereibe, hogy ő így kitalál, hogy szerintem így, és akkor sokat így spekulál, már olyan eltévedésben van, és akkor ő majd megmondja. Nem, az, aki elfogadja egy eredeti tudást, hogy igazából ez így kell menni, ez a helyes, ez a jó, fegyelmezett, manogatán nem elme platforma alapján megy, nem a elme szint után szalad, hanem tudja elfogadni, mert védikus írások ez az igazából, hogy mondják, ez az autoritás, aki adja az útmutatást. Ugyanúgy, mint mikor mi veszünk mondjuk új mosógépet, és annál minden újabb, annál több gomb van rajta, vagy mert ezek vannak porszívó robotok, ugye, és akkor már olyanok, meg nem tudom mik vannak, már műholdosok, nem tudom milyen van, de általában a gyártó kiadja utasítást, hogy hogy kell használni,
hogy hogy kell bekapcsolni, hogy hogy kell kiüríteni, mert van olyan, amit ki kell üríteni, valami saját magát kiüríti, valamelyik felmos, akkor oda megy, saját magát feltölti, valamelyiket fel kell tölteni. Ezt az nem lehet, hogy én csak kitalálom, hát ezt nekünk kell a gyártónak az instrukciót olvasni. Ki legjobban tudja? Hát a gyártó, aki ezt kitalálta, hogy hogy kell használni. Ugyanúgy a védek, ez a használati utasítás az életünkhöz. Mert élet az iskola. Az élet az nem az, hogy mi születünk és majd élvezünk. Élvezet, ez csak egy mellékhatása az életnek. De élet iskola. És akkor a véda tanítja, hogy hogy kell ebbe az iskolába hasznát kapni, nem eltévedni a karma a szövevényeibe. Igen, és ez, ami nagyon jó, megint a közösségről beszéltünk elején, hogy igen, a közösség ez a lényeg. Mert közösségbe tudnak személyek egymásnak segíteni. Találkoznak személyek, akiknek hasonló érdekük van, és akkor egymással tudnak gyakorolni, és ezért ott is kell türelmes lenni, mert egy csiszolódás kell történjen, megbocsájtó, és ott minden kell gyakorolni a közösségben, itt is, Krisnavőben is kell gyakorolni megbocsájtást, türelmet, figyelmességet, önzetlenséget, ezért van a közösség. És de hogyha van a cél, közös cél, akkor ez nagyjából tud működni, kevésbé surlódásokkal. De tudás nélkül az nem fog menni. Beszéltem valamennyit, vannak esetleg kérdések? Nekem van egy kérdésem, hogy mondtad, hogy vannak ezek a különböző típusú emberek, a tudattalanok, a érzelmesek, a többi, hogy mitől függ, hogy valakiből onnantól, hogy megszületik, melyik be fog tartozni, melyikké válik? Igen, hát van öt típusú, én hármat mondtam, de amúgy, hogyha kicsit részletezünk, öt típus van, ötféle tudatszint, úgy mondjuk, mindegyik érzelmi, mert nem tudnak kikapcsolni érzelmeket, csak az egyik mindig szenved, a másik fog szenvedni, aki szenvedélyes, akkor érzelmi, igen, ő akar élvezni, de végén mindig szenvedés lesz. És vannak, akik az érzelmek alá vannak rendelve intelligenciának, ez a jóság. És akkor ott még vannak szintek. Van Bhagavad Gita-ba, ez most jó kérdés volt, hogy mitől, hogy ki, hogy születik. Hatodik vers, és itt pont mondja ezt. Yam yam vapismaran bhavam tyajat ante kalevaram tam tam evaiti kaunteya sadatat bhava bhavita. Itt azt mondja, hogy amilyen érzelmi állapotban vagy halál pillanatban, az meghatározza a következő születést. Hogyha de a halál pillanati állapotot meghatározza az egész életet, hogyan én éltem. Hogyha én egy mondjuk agresszív ember voltam, és irigy voltam, akkor halál pillanatban csak ez az érzelmem lesz. És akkor ez meg fog határozni a következő testemet, a következő születésemet, mert itt mindent érzelmek irányítják. Ahogy beszéltünk, hogy a cselekvést érzelem irányítja, hogy ember mit utazik valahova. Akkor vagy akar, már van egy érzelem, oda megyek, mert ott fogok kapni egy érzelmet, egy érzést, és azért akarok oda menni. És akkor jött a vágy. És a testük is ugyanúgy. És ahogy én cselekszek most ebben az életemben, ez befolyásolja az én érzelmi állapotomat, hogyha én próbálok kihasználni másokat, megint csak így korlátlanul élvezni, az irigységet,
kegyetlenséget, ezeket az érzelmeket fog bennem erősíteni, mert ezzel táplálom. Van, úgy mondják, hogy emberben van két kutyája. Jó kutya és rossz kutya. És melyik kutya fog maradni halál pillanatára, amelyeket adtunk enni. Nem? És hogyha mi próbálunk tanulni az életről, és nemes érzelmeket tanulunk, ez azt jelenti, hogy adni másoknak, érzékeny lenni, szeretni másokat, és így tovább, akkor a jó kutya fog megmaradni. Akkor következő születésben én vissza is kapok ezt. Amit adtam, az vissza kell kapjak. Hogyha másik kutyát etetem, az agresszív, kis kicsinyes kutya, mert minden, akkor ez lesz megmarad, és akkor ezzel születek következő életben, mert a jelen életünk logikus folytatás az előző életnek. Nincsen csak úgy bum-bum. Itt nincsen semmi, ami nem logikus és nem folytatás, mint a napok. Ma van 19. Ez logikus folytatás a 18-ának, nem? Nem, hogy tegnap volt 25 és ma van 19. Minden logikusan történik, és folytatjunk a napunkat. A mai nap, ez egy logikus folytatása tegnapi napnak. Ugyanúgy az öregkor, az a fiatalkornak a logikus folytatása. Például, hogyha a fiatalkorban az ember nem gondolkodott, hanem csak ment és élvezte mindent, tönkreteszi a testét, és utána a második öregkorban csak tolókocsis lesz, és katéteres lesz, és süket lesz, és minden, ez azért van, mert így élte. Aki jóságban élt a fiatalkort, akkor logikus folytatás lesz, hogy egészséges lesz az öregkorban. Nem? Ugyanúgy az életek között. Ugyanaz a logikus lesz folytatás, és ez határozza meg az érzelmek, hogy én ki lesz a következő élet. Jó? Szívesen. Jó? Nem tudom. Mondtad ezt a Satchit Anandát? Igen. Ez a tömeggel rendelkező láng, jól értettem, vagy valami ilyesmit mondtál? Sat, nem, ez a három léleknek három természete, három tulajdonsága. A természete ebből a három tulajdonságból áll a léleknek. Sat, mi örökök vagyunk. Mi, mint lelkek, mi sose halunk meg, és sose születünk meg. Csit, az azt jelenti, hogy mi, mint lelkek, mi nem csak egy ilyen fény, valamilyen absztrakt, valami fény, valami gombóc, vagy valami energia, nem. Mi tudatos. Például mi mindannyian tudjuk, hogy mi most itt ülünk, hogy én itt ülök. Ez nem a testnek a véleménye, ez az én, mint én vagyok a lélek, ez az én érzelmem, hogy én létezek. És az érzelmeket a lélek tapasztalja. Például, amikor megfogom valami tárgyat a kezembe, a kezem fogja valami, kapja egy impulzus, hogy valami van itt, az elmegy a impulzus az agyba, agy feldolgozza, utána elmegy a finom fizikai teste az elmébe, ott megnézi az elme, hogy hogyha én ettől valamikor kaptam traumát, akkor rögtön rossz érzés lesz ez fogni a kezembe, hogyha sose volt még semmi, akkor semleges vagyok, hogyha már egyszer nagyon jó érzés volt ez fogni, akkor jön, fú, ez jó, de végül maga az érzelem, az már a lélektől jön. Mert lélek érez. A test, azt tudjunk, hát láttátok, hogyha egy halott test, azt lehet boncolni, darabolni, azt nem problémázik. Ott nincsen senki, ki érzelmes. Ezért vannak ezek a elképzelések, hogy majd megcsinálnak robotokat, ami olyan lesz, mint ember. Nem lesz. A gép sose fog érezni. Ez csak lélek tud, és ezért ez a csit, hogy én érzelmi lény vagyok, és Ananda, ez a boldogság. Hogy a boldog, ez magyarázza, hogy a boldogság, ez nem attól függ, hogy mi a körülmények,
hanem ilyen tudatállapotban vagyok itt belül. Mert boldogság az független mindentől. Ezért tudjunk, hogyha bölcsek, bármi történik velük, ők mindig kiegyensúlyozott és boldogok. Na ez a lélek. Csak amikor mi testtudatba kerültünk, akkor ez a Satchit Ananda az el van ott valahol, és mi próbáljunk keresni itt a külsősbe egy ilyen déli bába boldogságot. Jó, ez a Satchit Ananda. Én vagyok a lélek. Szóval jól értem, akkor ha eltérünk ettől, akkor lesz diszkomfortos az életünk. Akkor már van. Igen. Már eltértünk, igen. Igen. Tehát tulajdonképpen ez lehet az alap, a kiinduláspont, mert ehhez igazolunk, ehhez igazítjuk az életünket, igen. Akkor lesz helyes úton a földi életünk is. Igen. Mint tudod, mi valamikor van olyan, mikor a GPS nem talál mi holdokat, akkor most voltunk Szegeden, és bezavarodott a GPS, ami holdokkal valami, és akkor mindig mi már ott vagyunk, ő még mutatja, hogy mi itt vagyunk még. Szóval így, igen, szóval ez van az életünkben. De a védikus írások az helyzetjel, mert GPS, most nem emlékszem angolról, hogy, de ez pont arról beszél, hogy helyezett meghatározása, hogy most hol vagy, és utána, hogy ott kell menni, és hogy kell oda menni. És a védikus írások minden megmondják. Te lélek vagy, ez már hol vagy? Te már nem vagy ez a test. Akkor ez is már egy pont, hogy te hol vagy, és utána, hogy ahhoz, hogy legyél boldog, akkor nem a test körül kell építeni a boldogságot, mert ez úgyis szét fog csúszni, le fog rohadni, ez rohadt a születés óta. Ahogy megszülettünk, elkezdte, ugye Srila Prabhupát azt mondja, hát mikor mi megszülettünk, igazából mi elkezdtünk meghalni. Valójában. Szóval nem a test a lényeg. A lényeg, mert most kaptunk ezt a testet, hogyha arra használjunk, hogy lelki élményeket kapjunk, mert az se helyes, hogy mi most teljesen elhanyaguljunk a testet, de gondolni, hogy a test a boldogság, az nem jó. Szóval ez a Satchit Ananda. Van egy ilyen szép magyar szó, hogy anya öl. Nem tudom, ezt te most így mennyire fogod, de hogy ugye ennek több jelentése van. Ugye az anya ölnek, van egy melege, ahová fogja a csecsemőjét, ahová szeretne, de az ölés is benne van. Tehát azzal, hogy az anya öl világra hoz valamit, biztosítja a meleget, de a vég is ott van benne. Igen, van valami van benne. Igen. Jó. Igen, hát a közösség fontos. Igen, még csak annyi, hogy így a két fő állapot, így, amit így beazonosítottunk, az egyik az a jó állapot, amit ugye mondtál, és ahhoz ugye a magyar szó az a társadalom, hogy társamként együttműködni tudok, a másik az meg a sokadalom, amikor sok-sok ember egyénileg mindenki saját vágyát követve, és így ütközve, ugye. Igen, de viszont mi, mint lelki személyek, nem ítéljünk el, akkor akár sokadalmat, vagy a társadalmat, hanem mi nyújtunk segítséget, mert bárkiből lehet jó. Nem mondtam, hogy akkor, amikor vannak a politikában, vagy valahol, ahol egymást próbálnak inkább lenézni, az helyett, hogy inkább ő mutatja a saját nemes tudatosságokat, nem baj, de ő is, hogyha megtanul, akkor igazából nagyon jó vezető lesz. Hogyha ő is találja a tudást, és akkor ehhez fogja magát alkalmazni, vagy hogy tartani, akkor az a sokadalomból meg lehet teremteni egy társadalmat. Igen. Ez is egy fontos. Itt ez a lényeg, igen. Hogy nem megyünk át a lónak a túloldalára, hogy most negatívan állok a társadalomhoz. Nem, még megmondjuk, hogy igen, mint egy orvos mondja, hát van ez a betegség, de ő nem utálja a beteget. Azt mondja, te akarod innen, most te olyan beteg vagy, ne látni se akarlak, hanem akkor gondolkodik, hogy hogyan tudjuk segíteni. És akkor az a helyes, hogy mi készen állunk. És még egy kérdésem az csak, hogy lenne, hogy
Ha jól értettem, akkor a Krisna hitnek a központi úgymond célja az az, hogy Krisnát szolgálni? Tehát amit mutattál, hogy így a mindenki abban az irányban, hogy Krisna? Igen, igen, mert Krisna, ő istenség legfelsőbb személyisége, ami máshol, máshogy őt neveznek, valahol mondják, hogy Jehova, valahol mondják, hogy Krisztus, valahol mondják Allah, hát ez egy Isten. Ő a gyökér. Hát ő amúgy már, ő szeret minket. Az, hogy mi itt szép természet, tudjunk szépet enni, annyi, minden pillanatban mutatja a saját szeretetét felénk. És nekünk feladat felépíteni vele szeretetet. Őt szolgálni, ez azt jelenti felébreszteni ezt a szeretet érzelmet. Mint az anyuka, hát anyuka mit csinál? Szolgál gyereket. Miért? Megint ott van az érzelem. Először, nekünk most kell először a cselekvés, szolgálat, ami fel fog ébreszteni szeretet érzelmet. Anyukának fordítva van. Először van az érzelem, hogy ő szereti, és ettől akar menni és csinálni gyereknek, főzni, takarítani, mosni neki ruhát, és minden, odaadni mindent neki, és elfelejtve saját magáról. És ki a boldog? Az anyuka. Azért, mert szereti gyereket, és ezért csinál. És a védikus írások magyaráznak, aki Istent szeret, az mindenkit fog szeretni. Az igazi férj tud lenni, igazi feleség lesz, igazi apa, igazi anya, igazi vezető lesz, mert mindenkit szeret. Ez a titok. Ezért most visszafele kell csinálni. Hogyha lenne Isten szeretetünk, akkor most ez nem kellene tanulnunk, hogy Istent kell szolgálni. De most nincsen, most elaludt a társadalom a saját karmánk hatására. Akkor most el kell kezdeni először csinálni, hogy ébresszen fel bennünk ezt. Ezt csak azért kérdeztem, mert én is arra jutottam, és így megnéztem, hogy két oszlopot csináltam, hogy mik azok, amik jellemzők arra, aki Isten szereti, és az ő van a középpontban, és mik jellemzők arra, aki a matériában is. És amikor így összehasonlítja az ember, akkor tényleg két teljesen más világ. Teljesen más világ, és az egyik az egyértelműen a boldogtalan ember, a szuper boldogtalan ember, a másik az meg a boldog. Igen. És sose fog kikerülni ebből, tehát a matériával agyba besülhet, az szinte reménytelen, hogy... Így van, teljesen zsák, nem csak zsák, végtelen labirintus. Igen. Viszont a materialista ember ugye megtalálja a hétköznapi pörgős virágba, hogy ez materiális célokat, hogy vezető legyek, hogy anyag legyek, stb. Sose lesz, mert abban a pillanatban, ha a célt eléri, akkor az véget is ér. És ezért jó, ezért nagyon jó, hogy középpontban az Isten van, mert azt sose lehet elérni. El lehet érni, de annak nincs sose vége. Az igen. Az érdekes, igen, hogy ott igen. És ez nagy öröm, mert így van, hogy a materialista ember küzd a célét, elért, és na, idióta elérte a célt. És teljesen kiábrándult, most utána mi van? Üresség, így van. Igen, ez egy probléma. Ez sokszor. Az egyik már van, a másik már az örömben. Igen. Igen, és akkor kész. Ezért, de van szerencse a materialista embernek, aki sokszor ezt megcsinálja, és tapasztalja, megint idióta vagyok. Magyarul, hogyha kiábrándol, akkor elkezd keresni alternatívát, és akkor fogékony lesz meghalani, hogy Isten legyen a központ az életben. A kiábrándulás, ez is egy fejlődési lépcsőfok. Akik még nem ábrándultak ki, az még neki mennek a falnak, mindig panaszkodnak, de mit panaszkodsz, hogy nem menjenek a falnak? Bum, megint felfejem, tehát megint neki ment el a falnak, nem számít, megint felfejem, de nem menj neki a falnak. És mikor már kiábrándul, hogy ez mindig fájni fog a fejed, bárhogyan nem mész neki a falnak, akkor megkérdezi, akkor melyik irányba menjek? És akkor... Igen, a kérdés az, ami megindítja az életet. Igen. De a kérdésehoz kell kiábrándulni, kell egy pufont kapni. A saját karmától, saját élettől.
valakiknek elég volt, csak hogy életében valami megrázkodás történt, és már ébredt, hú, ez, miért velem ez történt? És akkor tud hallani, hogy hát menem a virányba, építesz az életet. Valakinek a pandémia segített, és akkor ő felállt a lelki útra. Valakinek a rákbetegség fog segíteni, ez is kiábrándulás, mert én építettem szépet az életemet, és összeomlott minden, mert egy hónap múlva meg fogok halni, és minden, amit itt építettem, a terveket szőttem, azt meg vagyok alázva most. Vagy valakinek kell atomháború, amikor minden robban és tiszta minden káosz, akkor kiábrándul. Hát igen, hiába itt teremtettem magamnak lehetőségeket, így összeomlott minden. De mint a pandémiában sok cég is ugyan összeomlott egy pillanat alatt. Valakik persze a gazdagabb lettek, akkor nekik probléma van, meg ők gondolják, hogy még sokat tudnak elérni az életbe. Nem baj, majd ott is lesz. Hát sajnos a halál az mindenkit egy szintre rakja. Akár ki milyen lett nagy ember, hogy ő is most itt félvilág, ő engedi nélkül nem mozog, mert ő minden befolyásolja, de halál pillanatban ugyanolyan lesz, mint egy nincs telen ember. Egyformák lesznek. És neki sokan nagyon fáj, mert össze lesz törve. Mert nagy Isten irányító, Isten kint itt irányított a dolgokat, kontrollálta másoknak a sorsokat, minden, és itt buf, és akkor össze vagy törve, mert most senki vagy halálpillanat, mert te nem vagy senki, nem vagy te. Király, senki, egyforma vagy. De, vasszám szidzsirnáni, jött hávi, ha jána várengri náti roparani, tehát hasári ráni vihájtsarána, nyáni szemjáti náváni, de aki ezt kezd érteni, akkor halálpillanatban nem lesz megalázva így, nem lesz összetörve. Mert ő tudja, hát igen, ez a világ, ez ideglenes, ez a test ideglenes, most voltam pozícióban, vagy nem voltam, akkor is ideglenes mindegyik, és akkor megyek tovább következő feladatra. Ez is, szóval meg lehet szenvedni a haláltól, de lehet, hogy nem szenved valaki a haláltól. Mert végül ez lesz a vizsga az életiskolának. Jó, nem tudom, még vannak kérdések, vélemények. Hát esetleg még ezt az intelligenciát, ezt nem értettem, hogy ezt esetleg még. Jó, köszönöm, ez jó, fontos. Elme képviseli a mi érzelmeket. Hát úgy mondják, hogy van durva fizikai test, ez, és van finom fizikai test. És finom fizikai test áll elméből, ahol vannak az érzelmek, van intelligencia, ami józanész, mindjárt ezeket kicsit részletezek, és van egója. És ez az ego tud lenni hamis, amikor én azt gondolom, hogy én vagyok magyar. Itt ne jöjjenek mások, mert ez az én magyar területem, vagy én vagyok legokosabb, vagy nem tudom, ki vagyok én. Ez a hamis ego, ugye tiszta ego, amikor én vagyok lélek, most kaptam ezt a testet, most ez a nevem, oké, aztán vége ennek a testnek, megyek tovább. Na, az már nem hamis ego. Igen, és ez egy most madártávolat, kicsit közelebbről, akkor az elme, ez pont az, ami ő csak, az ember, akinek csak az elmé aktív, ő csak élvezni akar mindenből, mindent akar kipróbálni, szerezni élményeket, érzelmeket. És ki kell, hogy egyszer élünk. Mivel egyszer éljünk, mindent ki kell próbálni. És nem számít, hogyha most valakit könyököltem, vagy ráléptem a fejére, mert miért? Mert csak egyszer élünk. Hát akkor szerezd meg magadnak. Na ez az elme. És ott mindig az elme, mindig kiábrándulás, és fájdalom, és szenvedés lesz, mert ő nem teszi különbséget jó és a rossz között.
például a kisgyerek, aki 5 éves kor alatt, na az az elme. Ő csak akar mindent. Ugye, mikor mászik, valami talál a földön, akkor mit csinál? Szájába rakja, meg akarja ismerni. És ő azt akarja, hogy minden körülötte forogjon, és az történik csecsemő körül, nem? Ott a szülők, nagypapák, nagymamák, minden történik körülötte. Csak egy, már ott van az ennivaló, akkor még valami, akkor Pampers ki van cserélve, szóval minden forog, minden történik. De kisgyerek, mivel csak az elme, csak az érzelmek, ő nem tudja a jó és a rossz között különbséget tenni. Nincs. Tudjuk, hogy egy 100 emeletes házon elengedsz kezét a kisgyerek, az le fog sétálni róla. Mert nem tudja, az rossz, oda kell lépni. Azt gondolja, milyen jó lesz most, repülök. Igen. Hogyha talál, megy, általában tudjuk, szülők szoktak leszoktatni gyereket, amikor megy az utcán, valamit talál, rögtön akarok. És akkor, mert nem tudja, ez egy most murmérgező, vagy a kutyának a maradékai, ami a szolgálja, mert most az, sokan azt gondolják, hogy kutyának a gazdái, de sokszor inkább kutyának a szolgái, mert mennek utcába, takarítanak kutya után. Szóval a gyereket le kell szoktatni, mert ő nem tudja, ez rossz. Neki ez jó, ha a földön valami talál, szájába gyorsan rakna, az jó. Akkor egy kamion forgalma úton kisétálni út közepére nem tudja, hogy ez veszélyes. A tűzbe belenyúlni, azért tudjuk, hogy a gyerekre annyi figyelmet kell, hogy ma annyi sok veszély van. És ez az élet így működik, hogy az ember, hogyha csak van ezek a vásárójál, meg csak élvez, ez nincs intelligencia. Mert intelligencia, ez az a kapacitás, aki meg tudja különböztetni, mi nekem jó hosszú távon, nem pillanatnyilag, mi nekem, ami rossz hosszú távon, hogy azt kell megkülönböztetni, és az intelligenciának van ereje, és az ereje az a tudáson alapszik. Hogyha van hiteles tudás, akkor nagyon erős intelligencia, és ember nagyon fegyelmezett lesz, és akkor helyes döntéseket képes hozni. Ez csak az erős intelligencia. Csak nézzük meg, az érzelmi emberek, elme, hogyha konfliktus jön, csak végtelenség konfliktus lesz. Mert érzelmek alapján vizsgálják a szituációt, nem van mi a jó és a rossz. De fegyelmezett, intelligens ember, ő józanon átvizsgálja a szituációt, és gondolja, mi az, ami nekem ebből kell tanulni. Az érzelmi ember nem akar tanulni semmit, ő csak érzi. Ez most a rossz érzés. Te akkor rossz vagy, mert nekem ezt csináltál. De intelligens ember tudja, hogy ez most engem tanít. Szóval ez az intelligencia, mondják, hogy vicsár. Hát intelligenciában van memória, ugye van a smriti sakti, emlékezni, vagy dharana, tudásra, szóval ember, intelligens ember a hiteles tudással rendelkezik, emlékszik rá, és ez szerint vizsgálja a szituációt, és ez szerint feldolgozza és hoz döntés, hogy most mi legyen. Ez az intelligencia. Egy kicsit bővebben, de... Köszönöm. Jó. Rendben, hogyha nincsen több, akkor nagyon szépen köszönjünk, hogy eljöttetek. Mikor jöttetek? Tegnap? Ma? Tegnap előtt. Ó, de jó, tegnap előtt. És bármikor várok szeretettel benneteket. És nagyon jó. Igen. További akkor jó programot. Köszönjük. Köszönjük. Hare Krishna.